Most talán egy vagy két óra. Hát egy óra, nem? Egy óra, igen. Egy óra. Jó. Most kell találnom olyan helyet, ami elég egyenes lesz. Szikrák mennek, elég kemény ez a gránit. Hát Ungváron nőttem fel, és mindig, amikor Kárpátokra mentünk kirándulni, akkor csak nagyon-nagyon olyan védett természetes helyeken láttam ezeket a mohákat, és annyira tetszett, simogattam, és a feleségemmel együtt többször úgy volt, hogy hazavittünk egy követ, vagy egy mohát kővel együtt, hogy ott otthon a kertbe is éljen, és rájöttem arra, hogy ez annyira érzékeny növény, hogy csak nagyon-nagyon olyan helyeken tud élni, ahol neki jó. És ha látom valahol mohát, akkor értem, hogy ez a körülmény, ez a környezet, ami van, ez teljesen teljesen más, és főleg amikor, hát városban nem is szoktam látni mohát, hogy ez na, ettől nekem ez a hely lett olyan csodálatos. És erre mindig félek, hogy ebbe a sietségbe ne csináljam azt, hogy gyorsan felteszem, de mégis utána látod, most ez, hogy egyenesen áll, ez nagyon fontos a nézőknek, hogy ne azt lássanak, hogy áll egy figura, és egy kicsit jobb vagy bal oldalra megvan, hogy ez hogy csak arra figyelnek, amit én szeretném látni, nem valami apró hibára, ami közbe jött azért, mert nagyon siettem. És miért szoktál sietni általában? Hát azért, mert nagyon gyorsan fel kell szállni. Nincs rá nekem. És miért kell általában gyorsan felszállni, mert nincs engedély? Nincs rá engedély. Mindig félek, hogy valaki fogja zavarni a munkámat, amikor csinálom, és akkor előre ki kell találnom minden, hogy fogok. Mert nem lehet úgy, hogy most kijöttem és gondolkozom, teszem, furok, nézek, átmegyek a másik oldalra, megkérem valakit, hogy tartsa meg, ameddig én gondolkozom. Ez az egész folyamat itt a fejembe jön, amikor sétálok és nézegetek a fényképen alapján, tervezem, hogy fog állni egy szobor. És a rögzítés, ami nagyon fontos egy szobornak, nem szabad, hogy zavarjon minket, amikor nézünk egy szoborba. Ez nem olyan kiállítás, amikor egy képet feltettünk a falra, és akkor most így jó, és kész, és nem szabad hozzányúlni. Erre fognak mászni, fognak próbálni, hogy mennyire erős, és biztos kell, hogy legyek abban, hogy ez semmi baja nem lesz. És erre vannak egy kis olyan rejtett dolgok, ami adjanak ezt az erőt, ami kell, de mégis nem szabad, hogy álljon. Most szerencsék van, hogy ez itt egy tömör vas, és az egész rögzítés erre a vasra megy. Hogy ez mennyire erős ez a vas, annyira erősen fog állni a szobor. És a szobornak, minden szobornak nagyon fontos a kezek és a lábak. Az is van, hogyha csinálsz egy szobrot, egy figurát, de még nincs kész, de amikor a kezéket és a lábakat jól csináltál,
jó helyen áll, jó pozícióban, hogy nincs olyan, hogy az egyik nem ott van, és akkor ettől az egész a figura, akkor a figura is jó lesz. Ebben az esetben a granit az nem egyenes felület. Nekem pedig egyenes felületen volt tervezve a szobor, és most egy kicsit igazítani kell nekem ezt a granitot úgy, hogy ott pontosan ott, ahol két lába hozzá ér a granithoz, akkor legyen ez a két pont egy egyenesbe. Most még nagyon picit lejjebb kell menni, mert 2 mm levegőben vannak. Most nem látjuk, mert itt van ez a moh. Remélem, hogy utána ide vissza. Tovább vissza fog nőni, és akkor mert most is nagyon szép környezetet. És szerintem ez nagyon illik. Ez sohasem volt nekem olyan, hogy össze találkozott a szobor és a moha, de itt ebben az esetben látom, hogy ez jobban nem lehet háttéret találni egy szobornak, mint ez a növény, ami itt van. Okej. Okej. Det är ju bra. Det är ju så det är ju ändå någon. Det är klart att det är. Och hur jag stojan jag vad jag ska dezi, vad läser där valami megvilágítás. Hát lehet, hogy az a lámpa annyit ad, hogy meg tudjuk látni. Jó képet nem csinálunk egy olyan, de ki tudja. Nem akarok több figyelmét rá tenni, mint saját maga a szobor és a természetes fény adja. Hát látod, ez nem az én ötletem volt, de éreztem, hogy ez nagyon jó folytatás ennek, és lehet, hogy az év bezárni valami olyasmi, ami külföldön van, nem csak, mert az ötletek, a Brexit az is külföldön, de ott van bent a Magyarországon, Budapesten, és gondoltam, hogy ez pont nem véletlenül úgy történt az egész, hogy a nagykövet asszony ötletére azért is válaszoltam olyan hamaran, mert éreztem, hogy ez valami nagy jó ötlet, és a hely, az összes, amit csinálom, most úgy összejött, hogy ebbe a rövid időbe valami nagy energiát kaptam arra, hogy olyan hamaron készítettem ezt a szobrot, és amikor már itt állok, akkor szerintem, igen, mert a Nobelnek sokféle szobor lehetne a világon, de ez a kis park, ami az ő nevére nevezték, ahol de nincs semmi, csak egy gránit sziklák, és ez a gránit a dinamittal együtt, amit találta ki, ez annyira összejön. Itt van a keze, de nem mutat semmit, nem ordigál, csak úgy szabadon áll. Ahogy állnak a lábok, az is mutatja azt, hogy nagyon stabilon, és nem kell neki semmi ahhoz, mert úgy meg tudta fogni a természetet, a világot, az egészet, és annyira tovább lépni a saját gondolataival, és
az a sok pénzzel, ami keresed, hogy hasznot hozni világnak több száz évre előre. Magabiztosság, igen. De olyan biztosság, ami nem kell neki semmi eszköz ehhez. Nincs dinamit közben, nincs egy díj, vagy pénz, vagy nem tudom, hogy nincs semmi, csak itt van, itt áll azon a helyen, ahol kell állni, és remélem, hogy arra a helyre néz, ami neki tetszik, és örömet hoz. De közben a háttér, ez is azt adja, ami mi akartunk átadni, hogy sok magyar származású ember kapta ezt a díjat, és ez a háttér ennek a szobornak itt például most. Elmúlt az az idő, amikor ezeket a propaganda szobrokat állították, és az emberek valahogy hitték abba, ami látják, mert ez valami nagy és drága. Most pedig, amikor egy műnek kikerül az, hogy mennyibe kerül egy mű, szerintem ez már rontja a művet, ha nincs benne az, hogy de ez is már, ezzel nem lehet egy műt felemelni, hogy most többet fizetsz érte. Ez a legnagyobb fizetés volt, ami most láttunk, ahogy láttunk, hogy mentek idősek, több korszaki emberek, és mindenki mosolygott. Hogy ez volt nekik. Nem is vették észre már is, hogy ez Nobel, de a mosoly már ott volt. Amikor rájöttek, hogy ez Nobel, akkor még jobban örültek, és ez szerintem ez a legjobb fizetés egy műnek, amikor látod, hogy embereknek örömed hoz, nem az pedig, hogy mennyibe került. Na, vigyázz magadra, Nobel! Na jó, mehetünk.